Három közgazdász egyetemi hallgató beszélget a rektori hivatalban a Nyíregyházi Egyetemen, ahol 2016 óta minden évben kiosztják a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíját. A hagyomány idén is folytatódik. Az ösztöndíjat nyert három hallgató nem csak a tudományos érdeklődést tekintve, de tanulmányi eredményeinek fontosságát illetően is hasonlóan vélekedik. Én középiskolában is kitűnő tanuló voltam, azonban itt másodéves hallgatóként értesültem erről az ösztöndíjról, és nagyon motivált, nagyon szerettem volna elnyerni, és ezért a másodéves jegyeimre nagyon odafigyeltem, és így sikerült ebben a fél évben elnyernem ezt az ösztöndíjat. Plusz pontot jelentett számomra az, hogy középfokú angol nyelvvizsgám van. Tanulmányi átlagom így múlt fél évben jól is sikerült, igazából ez, ami szerintem a sikertitka, hogy addig, ameddig nem éred el a célt, addig menni kell. Szabó György, az egyetem rektora úgy fogalmazott, a közgazdász hallgatók elismerése minden egyéb szakon végző hallgató számára pozitív üzenetet hordoz. Az alapvető üzenet az, hogy nem elvesztegetett idő, ha a kötelező elemi számonkérésen túl én érdeklődésem, karrierjeim, jövőépítésem érdekében nagyobb erőfeszítéseket teszek. Némi türelem, némi kitartás, és van esély, hogy ez jutalmazásra kerül, vagy rövid távon az egyetem keretein belül, vagy a nagybetűs élet, a munkaerőpiac lesz az, aki megfizeti és meghálálja ezt a befektetést. Az oktatási rektor helyettes azt mondta, a beérkezett pályázatok elbírálásánál a tanulmányi eredmény mellett más tudományos és közéleti, illetve közösségi tevékenységeket is figyelembe vesznek. Emögött egy nagyon szigorú pályázati rendszer van, melyben a hallgatóknak egyrészt a tanulmányi eredménye az elsődleges kredit teljesítésüknek meg vannak határozva azok a szabályai, amelyek alapján támogathatóak, illetve a minimum feltételeken túl meg vannak határozva azok a kategóriák a Magyar Nemzeti Bank, mint pályázatot kiíró és támogató által, hogy melyek azok a plusz tevékenységek, a sport, a kultúra, a tehetséggondozás, a nyelvtudományok területén a munkagyakorlatából hozott munkatapasztalat, amelyeket nyilván valid mérhető pontszámokkal párosítva, mi ebben a pályázatban számukra díjazhatunk. A Gazdálkodástudományi Intézet és a Nyíregyházi Egyetem tesz egy ajánlást, és a Magyar Nemzeti Bank jóváhagyása után kapják meg hallgatóink ezt az ösztöndíjat. A rektor helyettes hozzátette, a hallgatók a Magyar Nemzeti Bank kiválósági ösztöndíj keretén belül 10 hónapon keresztül havi 50 ezer forint támogatásban részesülnek. Az ösztöndíj programban országos szinten jelenleg 24 felsőoktatási intézmény vesz részt, és az elmúlt tanévben országszerte 554 hallgatónak sikerült elnyernie.